Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gyarmati István volt nagykövet, nemzetbiztonsági szakértő, a világon mindenhez ért, sőt, mi több, nem csak állandó vendégünk, hanem műsorvezetőnk is. Azt, hogy miről fog legközelebb műsort készíteni, még nem árulom el, majd meglepődünk, hogy ahhoz is ért, de hát mihez nem ért egy nagykövet. És akkor a legfontosabb, ami engem érdekel, és feltételezem nézőimet is, hogy a jelenlegi törökországi helyzet egyenes következménye, hogy Erdoğan elnök, mintha nem lenne ura a helyzetnek, mennyire befolyásolhatja ez a választások eredményét, vagy technikai okokra a választásokat pár hónappal későbbre halasztják? Ugye ezt a választást már egyszer előre hozta Erdoğan, mert akkor úgy nézett ki, hogy éppen javultak a közvéleménykutatási adatok. Egy ilyen természeti katasztrófa az egy kétélű dolog, ha jól reagál rá, és pontosabban a közvéleménynek az a benyomása, hogy jól reagál rá a kormány, az akkor erősíti a kormánynak a helyzetét. Ha viszont nem, akkor meg alaposan aláshatja, és ugye Erdoğannak ez különösen fontos, hiszen ő egy ilyen erős ember képét mutatja magáról, és ha nem sikerül neki ezt bebizonyítani, az nagy probléma. Hát ugye sajnos a szokásos reakciókkal válaszolt erre, hogy fogta, és ha jól emlékszem, 120 építési vállalkozót letartóztattak, hogy nem jól építették a házakat, egy nevetséges dolog, ugye egy 7,8-es földrengésnek nem nagyon szoknak az építőnek. Jó, a földrengés azért nem értek, egy dolog viszont világos, hogy több nemzetközi kutatócsoport az időjárásra való és a biztonsági okokra való tekintettel, meg már kétséges, hogy élőket lehet találni, felfüggesztette a munkáját és távozott. Elsőként az osztrákok aztán meggondolták magukat, mert kaptak biztonsági erőket, akik felvigyáztak rájuk. Az izraeliek a kórházat tovább működtetik, de a keresők már hamarosan visszatérnek. Részben a magyarok is már visszatértek. Egymás után rabolják ki a boltokat a lakosság, és nem az élelmiszerboltokat, hanem a mindenféle egyéb boltokat. Mi ez, ha nem fejetlenség? Igen, hát ugye ez a probléma Erdoğannak is, hogy hogyan tudott rendet teremteni, vagy rendet tartani, és amit te mondasz, ugye az egy nagyon jellemző dolog, hiszen amíg az élelmiszerboltokat rabolják ki, az egy érthető dolog egy ilyen katasztrófa után, de amikor televíziót meg ilyesmiket lopnak, hát az kifejezetten a káosznak a jele. Ha már a káoszról beszélünk, akkor a szíriai földrengést akár ketté is oszthatjuk, hisz a törökökhöz közel álló részen ott a felkelők laknak, akik nem értenek egyet az ország elnökével, hát a segélyek nem nagyon jutnak el oda, mert akadályoztatva vannak. Illetve nagyon érdekes, mert a felkelők azt mondják, hogy nem kérnek belőle. Tényleg nem kérnek belőle, hisz segélynek a hiány vannak. Hát igen, az ENSZ erőktől várják a... Hát ez attól függ, ezek politikai döntéskérdése. Ugye az amerikaiak most fölfüggesztették az erre vonatkozó szankciókat, és engedélyezik a segélyszállítmányokat Szíriába, hogy ezt aztán fogadják-e, de hát látjuk, hogy... Fogadják, és részben ezt az elnökhöz hűségesek, és részben az ellenzékiek kapják. Igen, igen, hát ha a katasztrófa történik, akkor nem nagyon kell nézni a politikai hátteret, legalábbis igen, ez lenne csak helyes. Azok a területek, ahol a palesztin menekültek laknak évtizedek óta, van olyan már, aki 1948 óta menekült táborokba. Na most a menekült táborok összetákolt dolgaiból, hát élni nem tudnak, nincs miből. Iszonyú mínuszok vannak, mármint az időjárás. Legutoljára az Európai Unió és az ENSZ segítségével Románia küldött nekik sátrakat és konténerlakásokat. Ez sajnos ez vele jár ezzel az egészen. Ugye azért az a kérdés, amit az izraeliek már többször felvetettek, hogy aki 1948 óta
ott él, pontosabban egy második vagy harmadik generációs, az mennyiben menekült, és miért kell neki ott élni. Ez egy jó kérdés, persze a földrengés korában. Választójoguk sincsen, teljesen abszolút persze, nem veszik őket ebben számosan. Persze, ugye a földrengésnél nem ezt kell elsősorban vizsgálni, de hát azért azt látni kell, hogy ezek az épületek, amik épületnek nevezett ákolmányok sokszor, amik a menekültáborokban vannak, azért nem csak ezek dőlnek össze. 7,8 földrengés az nagyon-nagyon erős. Az abban a házak, ugye Aleppóban, amit egyszer már az oroszok leromboltak, most még a maradékot a földrengés is lerombolta például, pedig ott rendes házak vannak. A török elnök azt ígérte, hogy 3 éven belül mindenkinek újjáépítik a lakását, és addig megállják a béreket. Egy feltétellel, ha őrá szavaznak és újra választják, gondolom ez van mögötte. Hogy lehet ezt ellenőrizni? Rossz indulatú vagyok. Hát, igen, ezt tudjuk. Persze. Igen, persze. De ezért szerettünk. Na mindegy, szóval ugye egy ilyen 3 éves időtáv az azt mutatja, hogy a választónak, hogy ő 3 évben gondolkodik, legalább 3 évben saját maga kormányzásán tekintve pedig. Hát de 3 év alatt több ezer házat föl lehet építeni? Hát miért lehetne fölépíteni? Hát persze simán föl lehet építeni, de hát ehhez kormányon kell maradni. De az előző földrengés óta épült egy csomó új ház, és ezek kártyavárként dőltek megint össze. Kártyavárként, az nem tudom, de valószínűleg összedőltek. Még egyszer mondom, nem győzöm eleget mondani, a 7,8-es földrengésnek nem áll ellen normális épület. Ezt egyszer tudomásuk kell venni. Ez olyan hihetetlenül erős, nagyon ritkán fordul elő. És hát erre nem lehet fölkészülni. Tehát Erdogán sok mindenért lehet hibáztatni, ezért nem. Az építési vállalkozók is szerintem inkább a nem sikerült puccs óta mennyire gyengült meg a török közigazgatás, hisz nagyon sok erőskezű katona, illetve köztisztviselőnek el kellett válni hazájától és elmenekülnie, nagyon, vagy börtönbe végezni. Nagyon, hát látjuk, hogy a török közigazgatás meg a hadsereg is hát nem az igazi, nem az, ami volt. Mit szól erre a NATO, hisz a NATO kötelékéből is nagyon sok török vezető katona kikerült. Hát ebben a NATO, mint szervezet nem szólhat bele, hiszen mindenkinek saját döntése, hogy kit hova küld katonát és megtartja-e, de hát tudjuk, hogy egyrészt nagyon nem szeretik, nagyon sok, nagyon kiváló török tisztviselő és katona volt kénytelen távozni, és hát az újakra azért nem néznek annyira jó szemmel, mert hát objektíven nem annyira kipróbáltak, és azt gondolják, szerintem nem alaptalanul, hogy politikai kritériumok is közrejátszhattak. És ha már a NATO-ról beszélünk, a NATO főtitkár nem gondolja meghosszabbítatni beosztását, és az év derekán megválik a tisztségétől. Európai pletykák szerint a bizottság elnökasszonya az egyik önjelölt erre a tisztre. Mit tudsz erről mondani? Önjelölt mindig sok van. Jelölt meg még egy darab sincs. Vannak potenciális jelöltek. Nem egy, van a brit hadügyminiszter, vagy honvédelmi miniszter, a volt horvát és a volt litván elnökasszony, vannak szép számmal. Én nem hiszem, hogy Ursula von der Leyen esélyes jelölt lenne. Hét gyerek édesanyja, volt honvédelmi miniszter, igen, és de nem jól nagy, teljesített. Igen, nem nagymama funkcióra jelentkezik, úgyhogy az, hogy két gyerek édesanyja vagy. Az és ezen kívül az, végzett orvos. Igen, ez akkor a több kadencián keresztül kormányának, egy kormánynak a lelkes tagja volt. És a honvédelmi miniszter is volt, nem kérdés, hogy jól kvalifikált, de hát a teljesítménye nem feltétlenül tőle függő okomból, mint a bizottság elnöke nem predesztinálja arra, hogy itt óriási nagy diadal ittassan átvonuljon egymásra. És ha már a NATO-nál vagyunk, akkor nagyon érdekes, hogy például a lengyel szakemberek azt mondták, hogy lehetetlen a modern harci gépeiket átadni Ukrajnának, először is ki kéne építeni egy karbantartási hálózatot hozzá, különben meg nekik sincsen elég ebből. Hasonlóan nyilatkoztak. Nem azt mondták, hogy lehetetlen, azt mondták, hogy nagyon nehéz. Ez így valóban így van. Tehát egyrészt maga a gép sokkal bonyolultabb a maga nemében, mint mondjuk egy harckocsi, és már arra is át kell képezni. Ugye
a legénységet. Másrészt meg óriási infrastruktúra szükséges, és nagyon sebezhető az infrastruktúra, ami ehhez szükséges. Nyilván, ha telepítenek ilyen harci repülőgépeket ukrán repülőtérre, az lesz az első, amit az oroszok célba vesznek. Mi történik a portugálok leopárdjaival, amelyek ócskavasként hevernek szanaszét? Nem tudom, nem hiszem, hogy ócskavasként hevernének szanaszét. Saját meghatározások szerint hatalmas javításokra szorulnak, hisz igen, kiszereltek belőle és pótoltak alkatrészeket. Igen, az történik, hogy javítani kell őket. Ilyen egyszerű a dolog. Mikor lesznek így akkor a portugál leopárdok hadrafoghatók? Jó néhány hónap kérdése. Ugye ez a több száz harckocsi, amit ajánlanak az ukránoknak, ez nem holnap fog érkezni. Az első szállítmány valamikor március végén fog érkezni, néhány tucat maximum. És de addig az oroszok full gázra kapcsoltak, és igen, hát az oroszok földön, vizen, levegőben mindenhonnét lőnek. Igen, az oroszok nyilván nem akarják megvárni, amíg az ukránok még jobban megerősödnek. Hát ez egy teljesen, szeretik vagy nem szeretik az oroszokat, ez egy teljesen racionális döntés a részükről. Csak úgy itt az a kérdés, hogy ők mennyire vannak felkészülve. Mi a békéről beszélünk, mennyi eshetősége van a békének belátható időn belül, vagy akár egy tűzszünetnek? Hát azt nem mondanám, hogy nulla, de ahhoz közeli. Sajnos. Innét folytatjuk majd akkor a esti órákban a Zsidó világ, a Világ zsidó szemmel című műsorunkban. Az elmúlt szűk negyed órában Gyarmat István nagykövetet látták és hallották. Miénk volt az élvezet, visszavárunk, és aktív tagja leszel ma is a Világ zsidó szemmel című műsorunknak. Most azt meg megígérted, hogy külpolitikai kitekintő, akkor én sem rontom el, de lesz március 1-én. Isten segítségével. Még csak február 13-a van, de lehet, hogy esetleg előbbre hozzuk, ha jó Isten is úgy akarja. A pontos idő 9 óra, tehát következik egy híradó, a híradó után Pirkadat Extra, Gájer Ferenc és a MÁV szimfonikusokról lesz szó. Tartsanak velünk!